estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, igyekeztem érdekes témákat összegyűjteni. Itt a jó idő, érdemes túra bakancsot húzni. A megye tel is tele van szebbnél szebb helyekkel. Mi most Kisgyont fogjuk bemutatni, ami egykor virágzó bányászfalu volt, de mára szinte semmi sem maradt belőle. Lassan nyoma sem marad annak a kis falunak, ami bár igen rövid életű volt, jelentős szerepet töltött be a bányászatban. Arra, hogy Bakonycsernye szomszédságában valaha egy 600 fős település állt, már csak egy emlékmű, egy öreg kandeláber, néhány vascsonk és betondarabok emlékeztetnek. Mit fogunk tudni megnézni? Hát a Kisgyóni településből már nem sok minden maradt, amit meg tudjuk nézni, esetleg a településnek a helyét. Ott majd meg tudom önöknek mutatni, hogy ezen a település hol álltak a közintézményeik, hol volt a templom, hol volt, amit kastélynak neveznek, hol voltak az úszómedencék, esetleg tudunk egy régi aknabejáratot megnézni, amit ugyan berobbantottak, de maga a beton pilonok azok még most is megvannak. Ennyit lehet előle nagyjából megnézni, az összes többit azt már visszafoglalta a természet az erdészek segítségével, mert belettek ültetve magának a falunak a részei. Kisgyombányát önálló településként először csak a II. József által elrendelt 1784-87-es évi népszámlálásban említik, de a kutatások szerint tévesen, ugyanis egy-két hegyel arrébb található, még ma is álló bányászáz lakóiról volt szó. Nagy valószínűséggel a falu Trianon után kezdett el kiépülni. 1922-ben, mikor magát Kisgyóni bányát megalakították, itt valószínűleg semmilyen épület nem volt. Tehát akkor kezdtek el mindent fölépíteni. A fölépítésének az oka az volt, hogy a trianoni békeszerződéssel a Magyarország bányáinak döntő többségét elvesztette. Tehát a felvidéki erdélyi szénbányák azok mind idegen területre kerültek, és minek után az ipar működtetéséhez nagy mennyiségű szénre volt szükség, ugye abban az időben gőzgépekkel történt mindennek, akkor új bányákat kellett nyitni. Itt az 1870-es években a szomszéd településen Szápáron már üzemeltettek bányákat, akkor már megtalálták magát a szénvagyont, és 1922-ben döntött úgy az állam, hogy ezt a szénvagyont ki kell aknázni. 22-ben nyitották meg a kisgyóni szénbányákat, aztán a megnyitás után rögtön rájöttek, hogy elég súlyos problémát jelent az, hogy el kell vinni innét a szenet, és nem voltak időjárás biztos útjaik se. Semmi nem volt, akkor alakították ki a keskeny nyomtávú vasutat innen Bodajkra. Ez 1924-ben aztán a vasúti szállítás is elindult. Ettől a pillanattól kezdve a bánya viszonylag gyorsan fejlődött, sorra nyitották az aknákat, viszonylag könnyen termelhető szénvagyon volt Kisgyomban, mert nem kellett mélyre menni. Legtöbb esetben még lájtaknál se volt szükség, egy vízszintesen behajtottak egy vágatot is, jött a szén kifele. 1922 és 24 között 5739 tonna szenet fejtettek. A bánya teljesen megváltoztatta a környék településeinek életét. Ekkor a környező földek nagy birtokosok tulajdonában voltak. A helybeliek csak idény munkára számíthattak. A kisgyóni bánya itt sosem szenvedett munkaerőhiányban, sőt inkább a túljelentkezés volt jellemző. Az itteni bányászok keresete éppen ezért messze elmaradt az ország többi szénmedencében dolgozók jövedelmétől. A bányászat fejlődésével egyenes arányban épült ki a falu. '34-re már iskolája volt, igaz, hogy csak egy tanerős iskola. Aztán 38-ra addigra már egy komplett iskolát építettek, és szépen kezdtek kialakulni a házak, amiknek nyomát ma már nem láthatjuk.
Viszont vannak nyomai a korábbi életnek. A lakóházak körül ugyanis virágos kertek voltak, néhány narcisz, lilium és tulipán még ma is nyílik a fák között. Az egykori bolt pincéjét még ma is használják. Amikor ugye nagyon sok ültetnivalónk van, akkor télen megtöltjük az egészet hóval, és akkor ilyen jégveremként műzemeljük, be van rakva a csemete, és május végén, amikor minden zöld, akkor innen olyan csemetét veszünk elő, aki még alszik. El van ültetve, és mire eltelik 3 hét utoléri azokat, akik már régóta kint vannak. A második világháború nem kímélte Kisgyónt sem. A bányászat csak rövid időszakokra állt le, de a termelés jelentősen csökkent. A terület hosszú ideig a hátországhoz tartozott, így a háborús károk nem voltak jelentősek. A frontvonal 1945 márciusában ment át a területen, ekkor nem dolgoztak a bányászok. A kisgyóniakat azért nem érintette, mert szénre mindig folyamatosan szükségük volt, őnekik nem kellett semmi mással foglalkozni, csak termelni. A kisgyóniak pedig termeltek, amíg tudtak, de közben az asszonyok sem tétlenkedtek. A itt dolgozó bányászok feleségeinek csináltak egy szövőműhelyt, és a hölgyek azok meg a szövőműhelyben dolgoztak. Hogy én egy csekének ne kelljen elmenni. Gyakorlatilag megoldották ezt a problémát. Bányász mulatságot is rendeztek itt minden évben, aminek nagy sikere volt. Ez egy elég híres rendezvény volt a Kisgyóni bányásznap, és ilyenkor a bakoncsárnyelyek, meg a környékben lakók is tudtak jönni. Buszjárat rendszeresen jött, tehát menetrendszerű buszjáratok voltak itt, ahol a bolt, ahol volt, ott volt a buszforduló, ott lehetett leszállni a buszról, és akkor a környékbeli fiatalság itt keresett párt magának adott esetben. A falunak volt egy különlegessége, ami az országban egyedülálló, nem volt temetője. A kisgyóniaktól tudtam meg, hogy az elhunytakat azokat Bakoncsernyén temették el, tehát innen a halottakat Bakoncsernyére vitték. Ez is egy érdekesség, mert maga, ahol mi most állunk, ez nem Bakoncsernyén, hanem Balinga községhatár, csak ugye a Bakoncsernyéhez sokkal közelebb van. Azért inkább oda mentek. Meg hát Szilárd Bürokolt út innen csak Bakoncsernyére vezet, Balinkára legfeljebb az erdőn keresztül lehet eljutni. A falu maximális létszáma közel 700 ember volt, de ez a szám 1972-től a békeakna bezárásától rohamosan csökkent, ugyanis ezzel befejeződött a termelés. A bányász családok elköltöztek, a házak lassan lakhatatlanná váltak. A környék elcsendesedett, felszedték a vasúti síneket, szétbontották a betonlétesítményeket is. A járatok sorra beszakadtak, mint ahogy a betonból készült bejáratok is. 46. januárjában, január 1-ével államosították az egészet, utána jött egy sötétebb korszaka is, a kisgyóni résznek ott a kocsedói részen ilyen barakok álltak, és kulákokat, meg papokat hoztak ide kényszermunkára. Tehát itt is volt egy ilyen kényszermunkatábor abban az időben, ami aztán a 56 után megszűnt. Nagyjából a 60-as évek elejére úgy tűnt, hogy a szénvagyon teljesen kifogyott, és akkor nyitották a balinkai szénbányát. A balinkai, aztán 60-ban még egy széntelepet találtak egy emelettel lejjebb, azt még fejtették tovább, és állítólag 1972-re ezek a széntelepek kimerültek, és hogy a széntelepek kimerültek, akkor döntöttek úgy, hogy a falut magát megszüntetik. És hát meg is szüntették, mert teljesen ledózerolták. Egyszerűen csak elültették a csemetéket, aztán bíztak benne, hogy majd ez belőle valami. Tehát az ilyen ipari jellegű dolgokat nem is próbálták meg letakarni, vagy termőfölddel bevonni, hanem el lett egy kicsit egyengetve, aztán bele lett ültetve a csemete a beton kellős közepébe, azt innentől kezdve az ő dolga, hogy hogy boldogul. Hát helyjel közzel sikerült azért nekik. Néhány furcsa és érdekes dolog azért maradt az utókornak, amiért érdemes ellátogatni Kisgyónba. Ebbe a csőbe, itt alattunk, a föld alatt folyamatosan folyik a víz.
És ami a másik érdekesség, hogy jön fölfele valami gáz is. A téli időszakban kijöttek Kisgyónba turisták sétálgatni, és egyszer csak hívnak telefonon, hogy jöjjek azonnal, mert gáz ömlik ki a földből a Kisgyónba, és itt nem tudjuk, hogy mi milyen csövek, valami cső folyik a, van a föld alatt, és abban a csőben még most is folyik a víz. Megkérdeztük a vízügyeseket, és azt mondják, hogy nincs, a Kisgyóni vezeték teljesen le van zárva, tehát itt föld, víz elméletileg nem lehetne, és mégis van. Van még egy érdekesség, azt mesélik a Kisgyóni bányászok, hogy magát a bányásznak a fürdőjét azt nem rombolták le. Toltak az elejéhez egy kis földet, és a föld alatt itt van egy teljesen komplett fürdő, zuhanyzókkal, öltözőkkel, mindennel, ami valahol a föld alatt még mai napig is megvan. Egyedi és kreatív gyógyászati segédeszközökkel gazdagodott az Arany János iskola. Az autizmussal élő fiatalok mindegyike boldogan vette használatba színes és izgalmas eszközöket. Színes, kreatív eszközök, játékos fejlődés. Harmadik alkalommal nyert az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Intézmény a Fehérvár Travel által meghirdetett pályázaton, aminek köszönhetően olyan mozgás és pszichológiai fejlesztő eszközöket vásárolhattak, amelyek az autizmussal élő fiatalok terápiáját segítik. Minden sérülés típusnál, így az autizmusban is a mozgásfejlődés az nagyon nagy hatással van a gyerekek agyi funkcióinak fejlesztésére, és mindenféle olyan szenzoros eszközt vásároltunk, amivel tudjuk stimulálni ezeket az agyi funkciókat. A gyermekek és fiatal felnőttek fejlesztése mindennél fontosabb az intézmény dolgozói számára. Régóta kapcsolatban vagyunk a Fehérvár Travel közhasznú alapítvánnyal a rászorulókért. Én is érintett szülő vagyok, egyéni úton is pályáztam, ismertem ezt a lehetőséget, és harmadik tanéve vagyunk itt ebben az épületben, a volt vízivárosi iskola a helyén, és hát sajnos nagyon kevés mozgásfejlesztő eszközzel rendelkeztünk, és akkor jött az ötlet, hogy segítséget kérünk. És magánúton és intézményi úton is lehetett pályázni. És milyen érzés az, amikor ugye kihirdetik az eredményeket, és megtudja ezt egy pályázó, hogy ő tudott nyerni ezen a pályázaton, hiszen azért nem túlzás azt mondani, hogy ez egy nagyon pozitív célt szolgál. Így van, hát nagyon boldog voltam. Volt, amikor már úgy kezdtem lemondani róla, de nagyon boldog voltam, és igazából a gyerekek öröme, amikor látom az arcukon a boldogságot, a szép színes feladatokra hívó eszközök láttán, az mindennél többet ér számomra. Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire van rájuk jó hatással? Ők maguk mennyire szeretik ezt az egészet csinálni? Hát mindenek előtt ennek a fejlesztésnek nagyon sokféle célja van. Rövid távú célként mondhatjuk azt, hogy a testi nevelésen és az egészséges életmódra nevelés a cél. Középtávú célként hozadéka ennek a mozgásfejlesztésnek, hogy tanulási képességeket, készségeket alapozunk meg, és hosszú távú célként pedig a tanulók munkaerőpiaci érvényesülését, illetve az önálló rendelkező élet minél magasabb fokára való eljutását szeretnénk célozni és megalapozni. Az új eszközöket hétfőn kapták meg a fiatalok, a gyermekek arcán tükröződő boldogság pedig azt mutatja, hogy jó helyre kerültek a fejlesztő tárgyak. Kigyulladt egy autó egy mélygarázsban, a füst elől menekülő emberek pedig balesetet szenvedtek. Több tucat katasztrófa védő beavatkozására volt szükség, legalábbis egy elképzelt katasztrófa szituáció szerint. Közös gyakorlatot tartott az Országos és a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat.
A többszintes mégarázsokban keletkező tüzek oltása és a műszaki mentés összetett feladatot jelent a katasztrófavédők számára. Éppen ezért fontos, hogy időről időre gyakorlatozzanak és folyamatosan bővítsék a tudásukat. Arról, hogy a mai napon milyen gyakorlatot tartanak a katasztrófavédők, és hogyan is zajlik pontosan egy ilyen gyakorlat, Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjét kérdezem. Mindenképpen fontos az, hogy speciális épületekben, ugye ez is egy átadás előtti épület, itt egy kétszintes mélygarázs található ebben a lakópark alatti részen. A feltételezett helyzet szerint mindenképpen tűzoltást és műszaki mentést is gyakorol az állomány, hiszen a feltételezett helyzet szerint egy jármű kigyullad, a lángok tovább terjednek további másik személygépkocsikra, és a sűrű füstben pedig a menekülők balesetet szenvednek. Itt fontos azt megemlíteni, hogy ezeket a nagy szabású gyakorlatokat mindig az együttműködő, illetve társszervek bevonásával folytatjuk. A Vöröskereszt például napról napra, évről évre, hónapról hónapra a statisztákat biztosítja, tehát teljesen életű helyzetet kell, hogy végrehajtson az állomány. Egyébként ezek a speciális létesítményeknél, hogyha nézzük, akkor szerencsére, hál' Istennek kevés olyan beavatkozás van, amely akár egy ilyen jellegű eseményt jelentene. Egyébként az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség van még ezen a napon a helyszínen. Egészen pontosan mi történik, hogyan kell elképzelni az ilyen gyakorlatokat? A gyakorlat, ugye a mélygarázsok egyébként az átadás előtt már a katasztrófavédelem látókörébe kerülnek, hiszen a tűzvédelmi szakhatóság engedély kiadásánál ugye az eljáró hatóság a katasztrófavédelem, így akár a beépített tűzoltó készülékek vagy tűzjelző készülékek elő vannak írva négyzetmétertől, illetve speciális létesítménytől függően. A gyakorlat kapcsán pedig fontos azt is megemlíteni, hogy a hivatásos állomány mellett egyébként itt pontosan Török Bálintról, illetve Budaörsről érkeztek egységek, de itt vannak a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is, tehát fontos az is, hogy a hivatásosok és az önkéntesek is megismerjék a területükön lévő ilyen új építésű speciális létesítményeket. Egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy biztonságosak a mélygarázsok Magyarországon, hiszen a beépített biztonsági berendezéseknek köszönhetően is évente csupán kisebb jellegű beavatkozáshoz riasztják a tűzoltókat, ez 30-40 esetet jelent éves szinten, itt általában egy személygépkocsi szokott kigyulladni, vagy mondjuk a zár úgy old le, hogy műszaki mentéshez kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, de mindenképpen ezeknél a speciális létesítményeknél olyan jellegű feladatokat kell végrehajtaniuk, amely mindig a legrosszabb helyzetre készülünk, és a mai nap is ezt mutatta meg. Eszközt tekintve, illetve a beavatkozás jellegét tekintve mennyiben más egy-egy ilyen szituáció, mint a hétköznapi balesetek során? Nyilván az ritka, amikor tűzeset és műszaki mentést is kell végezzenek egy-egy kárhelyszínen ilyen jellegű létesítményben a tűzoltók. Technikai eszközöket illetően pedig ki tudják próbálni azokat a olyan speciális eszközöket, rögzítő eszközöket, vagy ugye több tömlő kell a gépjármű fecskendők, például mondjuk a mélygarázsba ugye nem tudnak lejutni, kívülről táplálják meg több oldalról, magasból mentő segítségével akár vízágyút szerelnek. Noha vannak ilyenek a hétköznapokban, de így összetett feladatban szerencsére ritkán jelentkeznek. Dóka Imrének köszönjük szépen. Ahogy hallhattuk is, elenyésző az ilyen jellegű balesetek száma, hiszen a mélygarázsok napjainkban már biztonságosnak mondhatók, de azért mindenképpen érdemes odafigyelni. Az egészség nem minden, de nélküle minden semmi. Vajja Rubint Réka, a fitness edzővel a sportról beszélgettünk. Új Fehérvárnak köszönhetően igazán fitten és aktívan telt el ez a szombat Székesfehérváron. Én azt tapasztalom, hogy évről évre egyre tudatosabbak az emberek. Felismerték azt, hogy az egészség nem minden, de nélküle minden semmi.
hiszen a legfontosabb és a legértékesebb kincsünk, mert hogyha az embernek az egészségén csorba esik, akkor hiába van gyönyörű családod, szeretőd, férjed, társad, feleséged, szuper munkád, az egészséggel gond van, akkor ez az egész, ez akár kártyaválként össze is omolhat. És ha viszont egészségünk van, akkor bármi érhet minket az életben, munkahelyváltás, párkapcsolatban egy váltás, sokkal, de sokkal, tehát akkor egészen biztos, hogy tudunk tovább haladni. Valóban másodjára vagyok itt, és nagyon-nagyon szeretem ezt a régiót, és az itt élő embereket, mert hihetetlen, hogy milyen nagy szeretettel és mennyi energiával szoktak engem várni. Úgyhogy igaz, hogy volt már ma egy fellépésem délelőtt, de nagyon-nagyon nagy örömmel jöttem, mert szeretem látni az emberek szemében azt a csillogást, amit számomra is a mozgás ad, azt a droghatást, szó szerint droghatást, amit a mozgás öröme ad. Én azt szoktam mondani, hogy az embernek a sportcipőjében benne van minden, amire a lelkének szüksége van. A testet elfárasztja a mozgás, de a léleknek pedig szárnyakat ad. És én mindenkit arra buzdítok, hogy kortól, nemtől függetlenül találja meg azt a fajta mozgásformát, amiben ki tud kapcsolódni, amiben fel tud töltődni, mert ez a legfontosabb. Ha bánatosak vagyunk, ha öröm ér minket, húzzuk fel a sportcipőt, és keressük meg azt a töltődési faktort a sportban, ami mindig csak adni fog. És úgy említetted, ugye kortól függetlenül, tehát ez azt is jelenti, hogy nem kell halogatni, bármikor neki tudunk állni, és érdemes neki állni az életmódváltásnak. Abszolút. Hozzám nagyon-nagyon sok fiatal, egészen pici gyerek, tinédzserek, idősek, 70-80 éves vendégeim is vannak, akik megtalálják a 60 vagy 90 perces tornában azt a kis pici blokkot, amiből ők tudnak töltekezni, és aztán szépen mindig egy-egy perccel tovább építve azt a kis blokkot, amit ők csinálnak, tudják a legvégén elérni a 60 és a 90 percet. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!